rekordok dőltek, tomboló tömegek örjöntek a 17. Szigetfesztiválon. A rendezők elégedettek, az idén is megérte megrendezni a fesztivált, ugyanis látogatócsúcs született. 390 ezeren voltak. Ez 5000-rel több a korábbi évek rekordjánál. Ez abszolút nézőcsúcs, hiszen 2006-ban és 2007-ben, amíg 7 napos fesztiválon volt, 385 ezer látogató. A szervezők meg is tettek mindent a siker érdekében. Nyilván nem az volt a célunk, hogy azt, ami sikeres, azt megváltoztassuk, hanem az, hogyha lehet, akkor még színesebbé tegyük, még izgalmasabbá a kínálatát, illetve a szolgáltatásain, ha lehet, még tovább javítsunk. A zárónapon 68 ezeren voltak. A látogatócsúcsba a szervezők a rasszizmus elleni megakoncert nézőit nem számolták bele, ahogy tavaly a Magyar Dalnapját sem. Itt az esetleges nyereséget a rasszizmus elleni harc támogatására ajánlották fel. A zenei a rasszizmus ellen kezdeményezésben. A Sziget záró napján a nagy színpad utolsó produkciója a Face No More koncert után meg is kezdték a színpad bontását. A bontás a takarítással együtt 2 hetet vesz igénybe, és utána kezdődnek a kertészeti helyreállítási munkálatok. A szervezők azt mondták, bár még perben állnak a 4. kerületi önkormányzattal, de nagyon bíznak benne, hogy lesz Sziget jövőre is, ugyanekkor, ugyanitt.